Ezt a projektet az Európai Unió Környezet és Energia Hatékonysági Operatív Programja, a közismert KEOP finanszírozta, úgy hívjuk ezt beceneven, hogy IMO 17-es projekt. Ez a régió első központi tisztító üzeme, egy olyan fejlesztés, ami több település összefogásában jött létre. A pályázaton közösen indult Budaenő, Tök, Perbál és Zsámbék, és a Koordinációt Nemzeti Fejlesztési Programiroda, az NFP bonyolította. 2017 és 18 között indult a projekt, és mostanra megvalósulás közeli állapotba került. A Zsámbéki Medence Szennyvíztisztítás Fejlesztése című projekt Zsámbékot, Tököt, Perbált, Budaenőt és Telkit érinti. Az öt település együtt indult a pályázaton. A fejlesztés 2017-ben kezdődött. A beruházást a Mészáros és Mészáros Kft. Végezte. A terepviszonyok és gravitációs tényezők figyelembevételével az öt települést összekötő szennyvízhálózatot kiszolgáló létesítményt Zsámbékra telepítették. A korábbi 30 éves épület mellett, melyre Zsámbék és Tök volt rákötve, készült el az európai szinten is ultramodernnek számító új szennyvíztisztító létesítmény. A régi épület karbantartását elvégezték, és vészhelyzet esetén ismét üzembe tudják állítani. Korábban a szennyvíztelepről a tisztított vizet a Zsámbéki patakba vezették el, ami a Békás patakba torkollik, ahol ennek kapcsán gyakran előfordult, hogy a víz kellemetlen szagú és szennyezett volt. A lakosság számára is ilyenkor élhetetlenek voltak a patak közeli ingatlanok. Jelenleg az új telepről már közvetlenül a Békás patakba folyik a tisztított víz, mely szagtalan és tiszta. A közel 6 milliárd forintos beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósult meg, melynek eredményeként közel 19 ezer lakos napi ellátásának biztosítására alkalmas szennyvíztisztítót létesítettek, ami napi 2500 köbméter hidraulikai kapacitású, valamint három új átemelőt is építettek, egyet pedig modernizáltak, és ezen felül közel 15 kilométernyi csatornahálózatot építettek. 2020. szeptember 23-án lett aláírva a szerződés az öt település és a Mészáros és Mészáros ZRT között, mint kivitelező. 2020. szeptember 25-én lépett hatályba, onnantól mintegy 5 milliárd 941 millió 600 ezer forint értékű beruházást kezdődött meg. A támogatási intenzitása 84,95% volt, tehát ennyibe volt Unió által támogatott, a többi önerőből történt meg. A beruházás folyamán megépült Zsámbék településen egy 2500 köbméter per nap biológiai szennyvíztisztító telep, 18.800 lakos egyenarányjal, valamint megépült hozzá 14,4 km nyomóvezeték, amiből Perbálon 3,6 km, Tökön 647 folyóméter, Telkiben 3,1 kilométer, Budaenőn 5,3 kilométer, Zsámbékon 1,6 kilométer, valamint a zsámbéki szennyvíztisztítónak megépült 1825 folyóméter tisztított szennyvíz, ami a Békás patakba lett bevezetve. 2020. 10. másodikán kezdtük el igazából az egészet, akkor kaptunk munkaterületet tervezésre és kivitelezésre elsőként. Az első vízjogi engedélyt 21.5.-14-én kaptuk meg, ez a telepre vonatkozóan, majd 21.6.-17-én megkaptuk az építésügyi hatóságtól az építési engedélyt a acélvázas csarnokokra. A hálózat építése 21.7.-8-án kaptuk meg az építési engedélyt, ezután tudtuk, tehát elvileg 21.7.-8-án indult meg a teljes beruházás kivitelezése. Az teljes beruházásra összességében 1091 napunk volt, tehát elvileg 3 éves projektről beszélünk, amit mi úgy néz ki, hogy sikerült kicsit idő előtt véghez vinnünk. Ugyanis a szennyvíztisztító telep próbaüzeme lezárult és üzembe helyeződött.